Régóta vártak már a mezőgazdasági termelők arra, hogy egy kiadós eső öntözze meg a földeket, hogy ideális körülmények között indulhassanak el a tavaszi vetések. Az elmúlt időszak csapadékhiánya miatt ugyanis kiszáradtak a földek, így a magokat sem volt érdemes elvetni, hiszen a növények fejlődéséhez szükség van arra, hogy elég nedvességet tároljon a talaj. Csütörtök péntek táján kapott a megye egy 20-30 mm közötti csapadékot, ami arra nagyon elég volt, hogy a talaj előkészítési munkálatok első osztályú szintén zajlanak, és megkezdődtek a tegnapi nappal, már sok vetőgépet láttam, akik megkezdték a vetést. Mai friss adatok vannak, a 108 ezer hektár kukoricából körülbelül 20 ezer hektár az, ami a földbe került, a napraforgó 42-45 ezer tervezett, körülbelül 13-15 ezer hektár van a talajban. Az esővel egy hidegfront is érkezett, ám ez nem okozott károkat sem a szántóföldi növényekben, sem a gyümölcsösökben. Az őszi vetések is jól teleltek, így a kalászosokból az átlagostól jobb termésre van kilátás. A vetésen kívül egyéb aktuális munkáknak is eljött az ideje a mezőgazdaságban. Gyümölcstermesztők a védekezéssel foglalkoznak, és a talajápolással talajmarozzák a csikokat. Ezek a munkálatok zajlanak. A szántóföldön megkezdődnek a búzákban most már a gyomítások, a fuzárium elleni védekezések, úgyhogy van teendő a mezőgazdaságban. A kamara elnöke azt is elmondta, hogy április 1-től lehet az egységes mezőgazdasági támogatási kérelmeket benyújtani. A megyében több mint 28 ezer gazdálkodót érint valamilyen jogcímen a támogatás, amelyekről az igényüket legkésőbb május 15-ig kell bejelenteni a mezőgazdasági és vidékfejlesztési hivatalhoz.